Fontos megállapodást kötött az ETO FC Győr az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel. Sós Imre, az ETO ügyvezetője kiemelte, hogy elvárás az akadémiáktól, hogy tudományos kutatásban is kivegyék a részüket. Az ETO a kezdeményezés mellé állt, és az egyik szurkoló megkeresett, és igazából én már nem is emlékeztem arra, hogy akkor ott tettem egy olyan megjegyzést, amit most is így el szeretnék mondani. Nem lehet a Fehér Miki emléktornát abba hagyni, mert ha megszakad a lánc, nehéz újra elindítani. És hát úgy gondolom, hogy ez sajnos most is igaz, de nem tudunk mit tenni. Viszont szeretnénk egy olyan kezdeményezést a Fehér Miki emlékgálával kapcsolatban elindítani, amelyben ugyanúgy az 500 forintos jegyvásárlással, illetve természetesen a meghívott csapatok, Miki barátai, etőrek, fiúk, akik az elmúlt években részt vettek ezek a tornán, kimegy egy megkereső levél, és természetesen az ETO futballkárt is hozzá fog járulni. Kezdeményezünk egy gyűjtést, és az idei évben ezt a gyűjtést a Lurko Alapítvány részére szeretnénk majd felajánlani. A pontos adatok, meg információk, meg számok azok a honlapunkon meg fognak jelenni, és hát szeretném kérni, hogyha ha ebbe majd tudnátok úgy segíteni. Professzor dr. Demetrovics Zsolt, az ELTE pedagógiai és pszichológiai karának dékánja online kapcsolódott be a sajtótájékoztatóba, nagy örömét fejezte ki az együttműködéssel kapcsolatban. Nekünk nagyon fontos az, hogy minél erősebb, megalapozottabb olyan kapcsolatunk legyen, ahol a sporttudománynak, a mi sportélettani és egyéb kutatásainknak az alkalmazásba fordítása, tényleges terepen való megvalósítása érvényesülhet, és azt gondolom, hogy ez az együttműködés ez erre ad egy kiváló lehetőséget, és én nagyon bízom benne, hogy nagyon sikeres projektek fognak kinőni ebből az együttműködésből, és a magunk részéről, a ELTE pedagógiai és pszichológiai kara részéről egész biztos, hogy minden tekintetben erre fogunk koncentrálni, és abban is biztos vagyok, hogy igazgató úr, illetve IASZ professzor úr közreműködésével ez egy nagyon sikeres együttműködés lesz. IHÁSZ Ferenc, az ETO Futball Kft. Élettani csoportvezetője hangsúlyozta, hogy Budapestről és Szombathelyről érkeznek majd Győrbe hallgatók szakmai gyakorlatra, akik részt vesznek az adatok felvételében és elemzésében is. Valóban úgy tűnik, hogy egy olyan szerencsés együttállás működik most már ez év januárjától, és főleg inkább ez év késő tavaszától, ahol olyan műszerpark került beüzemelésre, ami szinte minden igényt kielégít ahhoz, hogy minőségi fejlesztéseket, minőségi munkát végezzünk a labdarúgásban. De én azt szeretném mondani, hogy ez nem alapvetően most majd a labdarúgásról fog szólni, arról is, mert hogy az ETO-ban folyik majd ez a munka, de mégis azt mondom, hogy olyan optimális terepet tudunk biztosítani a hallgatóknak is, legyen az a pszichológiában, pedagógiában vagy a sporttudományban elkötelezett hallgató, aki kint terepen, élőben megfoghatja a műszert, avval dolgozhat, adatokat gyűjthet és azokat értelmezi. Az ETO és az egyetem is bízik a gyümölcsöző együttműködésben, és remélik, az elkövetkezendő években sok fiatal labdarúgó fogja a zöld-fehér mezben megcsillogtatni tehetségét.